Kedves nézőink, az 1980-as és 90-es években a magyar televízió legnépszerűbb közéleti szolgáltató műsora az Ablak volt. A péntek délutáni élő magazinban először 1986. szeptember 5-én láthatták a nézők a Kecskeméti Televízió bejelentkezését. A mai annóban a 35 évvel ezelőtti felvételeinkből láthatnak részleteket. És még egy helyszín az ablakban, azt hiszem először Kecskemét, a Kecskeméti Városi Televízió, Szombati Zoltán kollégámat hívom. Nálatok van kávé? Néhány nappal ezelőtt nálunk is volt valóban egy kisebb felvásárlási hullám, de most már örömmel jelenthetem, hogy kávé van. A kollégám az adás előtt néhány perccel lesétált a főtérre, és néhány kockában rögzítette a helyzetet. Lehet látni felvételünkön, hogy mindjárt várjuk a felvételt. Már láttuk, Zoli. Láttátok? Láttuk a felvételt, úgyhogy de hiszünk neked képek nélkül kint, is. Kint a szabadban is árulják a kávét, tehát kávé van Kecskeméten. Bálint György Kecskeméten ül, és mint egy felkészült bűvész mindenféle szerek előtte. Mondhatom is, ugye? Természetesen. Több mint fél évszázaddal ezelőtt szervezték meg először Kecskeméten a híres hetet. Erről tanúskodik az az emlékplakett, amit most láthatnak 1936-ból, mellette az 1986-os, tehát fél évszázaddal későbbi plakett. Azóta már hagyomány lett, hogy Bács-Kiskun megye ipari és agrártermelői ezen a híres napokon mutatják be a termékeiknek a javát. Romány Pál, az MSZNP Bács-Kiskun megyei bizottságának első titkára üdvözlő beszédében egy régi emlékre hivatkozva azt mondta, hogy a kertészet a mezei gazdaság költészete. Nos, ami azt illeti, a kiállított termékek valóban költőiek voltak, és én ezek közül választottam ki néhányat. A gyümölcs- és dísznövénytermesztési fejlesztő vállalat sárga húsú, magvaváló, és ami különös benne, sima héjú őszi barackot mutatott be, több fajtát is, ezeket nektarinnak nevezik, és amint tetszik majd látni, az kivehető a héja. Mindenütt termelhető. Kicsit fagyérzékenyebb a nálunk honos fajtáknál, de egyébként nagyon jó. A látogatók megismerkedhettek a Szőlészeti Kutatóintézet új csemege szőlőfajtájával, köztük a fekete bogyójú melindával, amelyet Szegedi Sándor nemesítő állított elő. Jó volna, ha gyorsan elterjedne és bővítené az egyébként is szűkös és gyenge minőségű csemege szőlő választékunkat. A kiskunmajsai Jonathan T.S. zöldségszárítmányaival jeleskedett. Láttunk itt piros paprikát, hagymát, petrezselymet, sárgarépát szárítva, ami nem jelentéktelen dolog, ha meggondoljuk, hogy a szárítás a legtermészetesebb eltartási mód, hiszen nem kell hozzá semmi tartósítószer. A Kalocsai Agráripari Egyesülés paprikaolajat mutatott be, amely arra való, hogy kiki ízlésének megfelelően adjon színt vagy csípősséget a halászlének, a gulyáslevesnek, vagy a pörköltnek, esetleg túrónak, amit épp itt a képen látunk. És hadd mondjak el önöknek egy titkot. Itt van ez a korszerű, amit a hölgy most iszik, ez egy korszerű savóból készült gyümölcsel ízesített nagyszerű ital, amelyet faunának neveznek. Most éppen jó volna, hogyha megállnánk egy kicsit a film vetítésével. Igen, köszönöm szépen. Tehát egy fauna nevű nagyszerű tejtermék, amelyet egy fóliával, alumínium fóliával zárnak le. Ez alá azonban szükségszerűen egy műanyag fóliát is kell ragasztani, amelyen viszont egy lyuknak kellene lennie ahhoz, hogy a szívószálat azon keresztül a
a tartalomba be lehessen vezetni. Igen ám, de a magyar ipar képtelen volt arra, hogy a jelzést és a lyukat egy helyre tegye. Úgyhogy most a háziasszonyok és a fogyasztók kénytelenek, hát körmükkel, vagy késsel, vagy ügyességüket igénybe véve valamiképpen felfeszíteni a tetőt. Na most nézzük akkor azt az angol licenc alapján készített netlonhálót, amely részben a madárkártól, részben pedig a jégveréstől képes megvédeni a szőlőket. Különösen most ebben az időszakban a seregélyektől lehet ezzel jól megvédeni a szőlőt, koranyáron pedig a cseresznyefákat. És ime itt van már is a növény oszlop, amely lehetővé teszi, hogy a konyhától karnyújtásnyira teremjen friss petrezselyem, snidling, paprika és más fűszernövény is. Lassan csak elkezdik gyártani Magyarországon is a komposztdarálókat, hogy a szerves kerti hulladékokból a termést fokozó, természetes talajjavító anyag komposzt legyen. Így itt egy elektromos és egy robbanó motoros komposztdarálót látunk, mind a kettő nagyon jól megfelel a szükséges célnak. És többek között itt van a kiállításon a szomszéd megyéből a jászberényi jászkertbarátkör remek terményeivel, amelyeket a bírálók aranyéremmel honoráltak. A hagyományos termékek mellett megismerkedhettek itt a látogatók olyan új zöldségfélékkel, mint a csicsóka, a patisszon, a rebarbara, a mángold és az okra. Most van olyan vonal, amit kijelöltek ugyan megszüntetésre, de még mindig él, és erről szól az a film, amit kecskeméti kollégáink készítettek Bugacon. Petrák Mihály, a kecskeméti körzeti üzemfőnökség vezetője, jól emlékszik még arra az időszakra, amikor a kisvasútak megszüntetése napirenden volt. Valóban 1968-as közlekedéspolitikai koncepció elírta ennek a kisvasútnak is a megszüntetését. Hát a tervezett megszüntetési időpont 1980-as évek elejére volt meghatározva, azonban ez nem következett be. Miért nem szüntették meg ezt a kisvasutat? Ennek a közvetlen oka az volt, hogy hát a terület, amelyet bekapcsol Kecskemét város körzetéből, közúttal nincs úgy ellátva, hogy a közútra való terelése az utasforgalomnak megtörténhetett volna. Mekkora ennek a vasútnak a vonzás körzete? A vonzás körzete Kecskemét, Jakabszálás, Kiskumma és a Bugac pusztán keresztül, illetve Törökfáj és Orgovány kiskörös 100 kilométeres vonalszakasz kapcsolódik be Kecskemét városához, illetve hát ez tartozik a kecskeméti körzeti üzemfőnökséghez is. Úgy tudom, teher és személyszállítás egyaránt van a vonalon. Jelentős a személyszállítása a területnek, hát a napi közel 1000 fős utasforgalmat bonyolítjuk le, és hát főként a heti piacos napokon jelentős az utasoknak, illetve a kinti lakosoknak a Kecskemétre való utazása, a piacra, illetve munkahelyre, iskolába való bejárást biztosítunk ezáltal. A teherszállítása, hát éves viszonylatban az elmúlt évet, ha figyelembe veszük, körülbelül 25 ezer tonnás áruszállítást bonyolítottunk le. Ide érkező áru a lakosság tüzelőanyaggal, építőanyaggal való ellátását biztosította, illetve a feladásra kerülő áru az pedig az erdőgazdaságnak a fakülteményéből fedődött össze. Ön szerint, ha nem lenne ez a kisvasút, meg lehetne oldani ezeket a szállítási feladatokat? Hát az utazó közönségnek a szállítását igen körülményesen nagy kerülőkkel lehetne megoldani, és hát az nem hiszem, hogy elfogadható lenne. Az áruszállítást azt meg lehetne oldani véleményem szerint a környező normál nyomtávú állomásokra való beszállítással, illetve azonnan történő elszállítással. Gazdaságos-e a bugaci kisvasút? A ráfizetés főként a személyszállításnál az egyértelmű. Hát itt az utazó, illetve az ott lakó közönségnek az érdeke elsődleges, amit nekünk figyelembe kell venni, és hát azt hiszem hosszú távon ez is lesz a meghatározó. Mennyire szeretik ezt a kisvasutat, mennyire nőtt az emberek szívéhez? Hát az itt lakók, azok egyértelműen a szívükbe zárták, de ugyanezt mondhatom el a vasutas dolgozóinkról is. Úgy tudom, hogy valamilyen módon az idegenforgalomhoz is kapcsolódtak az utóbbi időben. Valóban, hát az elmúlt évben a puszta turiszt szervezésében rendszeresen és azóta folyamatosan nosztalgia vonatot
közlekedtetünk. Van egy gőzmozdonyunk, és hát az idegen forgalom föllendítésében igen nagy szerepe volt az elmúlt időszakban, és bízom abban, hogy ez lesz a jövőben is. Számíthatunk-e a Bugatti kisvasút megmaradására? Hát a közeljövőben nem kell attól tartanunk, hogy meg fog szűnni. Körülbelül mennyi ideig? Hát az ezred fordulóig semmiféleképpen sem. A Bugatti kisvasút tehát pöfög, reméljük, hogy az ígért időn túl is.